hajnali 1 óra 10 perc, itt van a zöldséges, és akkor valami halas témát fogunk itt elvileg enni. Reggel 6 óra 15 perc van, megálltunk itt a tengerpart mellett, jobban van, én álltam meg a tengerpart mellett kicsit rácsodálkozni így a tengerre. Az előbb lesétáltam, itt át lehet menni, és akkor le tudsz oda sétálni. Homokos a tengerpart, kellemes, kellemesen langyos a víz, nem fogunk fürödni, tehát megyünk tovább, illetve láthatjátok arra is, borulat, illetve mögöttünk is. Az volt. Na most itt állunk simán egy az útszélén, egy ilyen libegős, ilyen angolos libegő. Nagyon sok helyen meg lehet állni, ez nagyon tetszik. Életemben először vagyok itt Törökországban, nem hogy kamionnal, hanem egyáltalán. Egy török úriember itt parkol, de nagyon sok kamion így az útszélén. Benzinkút, figyelj, mióta én vezetek most az elmúlt egy órában, én szerintem én nem is nagyon láttam ilyet, hogy benzinkutas, kamionos parkoló, így útszélén. Leparkolnak. Teszem hozzá, ez még nem autópálya, ez még ilyen négy sávos. Vannak trafipaxok, hébe-hóba egy-egy rendőr, de úgy semmi extra. Törökország fővárosa Ankara. Pénz a török líra, ami a 2021-es árfolyamon 25 forint 1 líra. Az általunk használt utak nagyon jók, végig 4 vagy 6 sávos pályán jöttünk, ahol a parkolóból bőséges volt a kínálat. Torlódás is volt szép számmal, szerencsére csak a tenger felé vezető utakon. A törököket ebben a pár napban igen nyugodt és vendégszerető népnek ismertem meg. Az ország, ahogy én láttam, tiszta, kultúrát és az ételek nagyon finomak. Túlzottan sok felvételt nem készítettem nektek, viszont egy pár percben élvezétek a kilátást. Este van, elég szépen taposnunk kellett, hogy ideérjünk, illetve elérjük a bulgár határt. Viszont nem túlzottan sok felvétel készült nektek Törökországból. Ez annak is köszönhető, hogy mit láthatjátok, szinte végig autópályán jöttünk, vagy ilyen gyorsforgalmi úton, kétszer két sáv, majd kétszer három sávos autópályán. Most jelen pillanatban négy sávos autópályán közelítünk a legújabb Boszporusz híd felé. A Boszporusz hídról azt kell tudd, hogy Európát köti össze Ázsiával, és ez a legújabb változata. Így igen szépen elkerüljük Isztambult, tehát aki régen járt erre, az biztos emlékszik még a jó kis dugókra. Hát láthatjátok, nincs. Úgyhogy igen, könnyedén jövünk át Isztambulon, vagy Isztambul mellett inkább.
és megyünk Bulgária felé, viszont a Boszporusz hídon való átkelést mindenképp szerettem volna megörökíteni. Tervben volt egy drón reptetés is, viszont lássátok be itt leállni, és átküldeni nem biztos, hogy sokat látnátok belőle, úgyhogy inkább dőjetek hátra és élvezétek a pillanatot. Egy hátránya van, hogy nappal szembe megyünk, viszont remélem ettől még emlékezetes marad mindenkinek. Megérkeztünk Kapikuléba a határra, és lássuk, hogy mi a teendő. Egy papírra fel van írva már a Tibének a telefonszáma, amin fogunk majd kapni egy SMS-t. Itt írja, hogy teherautóval jobbra. Minden bemegyünk és regisztrálunk. Első körben majd regisztráltatjuk magunkat, úgyhogy csak egy A4-es lap, szerintem ez a furgonos is azt fogja beadni. Meglátjuk, a kamionos egy A4-es lapon adta be a telefonszámot, ahogy én is. Aha, látod? Ráírja egy lapra. Jelen esetben egyébként ez úgy látom, az én Covid-tesztemre lett ráírva. Akkor innen kis kapcsolom nektek majd a kamerát, akit érdekel ez a határa való megérkezés folyamata, vagy legalábbis mi hogy csináljuk. Oké. Okay. Leellenőriztük a rendszámot. Hogy minden rendben van, akkor mehetünk tovább a határa, és akkor most ezt fogjuk csinálni, hogy elmegyünk egész a határig, és vissza fogunk fordulni. Ugyanis nekünk még holnap mosatni kell. Na most, hogyha történés, akkor az, hogy előkapunk egy SMS-t, és akkor mehetünk be a terminálba, addig viszont nem mehetünk be. A terminálba akkor mehetünk be, csak a kocsomba, mind a két SMS. Ja, mind a két SMS megvan, jó. Tehát akkor most várunk egy SMS-t azért, hogy... Megkapunk a másodikat. De akkor mi értelme az elsőnek? Azért, hogy tudomásul vették, hogy regisztrálták. Ja, értem. És akkor a második SMS viszont azzal mehet be. Jó, ez lehet akár másfél nap is. Jó. Oké, tehát akkor egy, lehet akár másfél nap is, de az is lehet, hogy 5 órán belül itt van, de az teljesen mindegy. Ha később mész be, azzal nincsen semmi probléma, de addig viszont nem mehetsz be. Tehát nekünk most mosatni kell, de egy ilyen, értsétek jól, mi ugye kimostunk, vagy kimostunk még Kazaksztánban, de itt most egy öblítést még eszközlünk, vagy eszközölnek a gépen. Hát egyébként, hát szaros pótkocsival nem jó esélye, nem fognak besengedni az országba. Aha,
látni, hogy itt a sornak a vége. Ezek a terminálba mennek, vagy ezek már a határa mennek rá? És akkor visszatekerjük Isztambul felé. No, tehát egyelőre a határól ennyit, mi visszamegyünk, itt van egy pár kilométerre a mosó, és akkor holnap, amint megkaptuk a két SMS-t, jövünk vissza, hogy megyünk be a terminálba, vagy hát előtte azért még egy pár felvételt lövök nektek a mosásról, vagy az öblítésről. Reggel 7 óra van, és már mossák is kifelé a pótkocsit, viszont addig hagyj mutassam be nektek röviden, tömören, amit így általánosságban tudni kell egy ilyen pótkocsiról. Azon túl ugye, hogy ez egy Pezzoli pótkocsi, tehát egy olasz pótkocsiról van szó, és teljesen alumínium a felépítménye. A teljes szerelvény az a 20-21 tonna, üresen. És ha megyünk innen előről, egyik legfontosabb tartozéka a létra, ami ugye azért is kell, hogy az állatokat meg tud nézni menet közben, plusz, hogyha be megállítanak bárhol, akkor az orvos is be tudjon nézni a pótkocsiba. Vannak nekünk ablakaink, hogyha le vagy felhúzod, ezt úgy hívják szakszóval, hogy ablakolás. Lehúzod, akkor találsz mögötte, mutatom nektek. Attól függően itt például ventilátor, ami ugye így néz ki, ami azt a célt szolgálja, hogyha nagyon meleg lenne bent a pótkocsiban, be tudod indítani, és ezáltal jobban szellőzik. Vagy épp ilyen rácsokat fogsz találni, vagy olyan rácsot, amíg nyitható, azon tudod például beadni, etetni ugye az állatokat. A tetőt ki lehet tolni, hogy az a rakodás miatt is kell, illetve az állatok méretei miatt is, hiszen ez úgy néz ki, hogy belül, már is mutatom, beállított, hogy mekkora állatok vannak rajta, most jelen esetben mi elővittünk egyet, hátul ugye kettő szinten, és ráengeded az állatokra, de értelemszerűen meghagyod az előírásnak megfelelő hézagot, rés távolságot. Rés Junior ugye ablakon lefelé. Kezében van egy távirányító, ami teljesen vízálló és akkumulátoros. A vízálló hatásának azért, a vízállóságának azért is van jelentőség, hiszen mosás közben is ugye ő állítgatja a szinteket, hogy ne ázzon el a távirányító. Tehát ezeket a szinteket tudod így bent mozgatni, az állatokat beállítod azt, hogy hova szeretnéd ugye tenni, milyen magasra, és már is mutatom nektek, itt vannak ezek a lyukak, így beszámozva, plusz itt van egy ilyen rud. Ez kérlek szépen az a gyári szeg, és ha be akarsz szegelni, tehát az így néz neki, ennyi, és ezt kell beletenned például 14 vagy 20, 21, mi ugye mentünk fel, hogy a 21-esbe volt téve. Beszegeled, ugye van nekünk 1, 2, 3, 4, összesen ugye a két oldalon akkor 8. Beszegelsz, és a szintet arra tudod ráengedni, és ezáltal ugye fog maradni majd a helyén. Itt még egyéb kezelőszerveket találsz, tudod vezérelni a pótkocsit innen is, ha mondjuk a távirányító a probléma lenne. Tovább jövünk, itt most láthatjátok a Volvónak, ugye, hogy levettük az elejét, az van ott, hogy az én gumicsizmám, pótkerék, ott tudod szintezni a pótkocsit, illetve a gólyalábat is itt tudod letekerni, és annak a kar, hozzávaló kar is ide van eltéve, szóval egyéb szerszámok vannak itt, vagy a villa, ugye az almoláshoz. Illetve van itt egy olyan egység, ugyanúgy, mint a hűtősöknél, tudsz egyet nyomtatni, hogy milyen hőmérséklet volt benne a pótkocsiban, ha ezt mondjuk kéri valamelyik orvos. Talán az egyik legfontosabb, másik oldalon van egy 400 literes tartály, ez az itató víz, és ugye mi is ebből tudtunk zuhanyozni, itt kezet is tudsz mosni, itt van hozzá csap,
Itt van a zuhany rózsa. Ezt megnyitod, és akkor tudsz zuhanyozni. Itt még ilyen tartozékok vannak a ládában. Ott pedig az akkumulátor kapott helyet. Pótkocsiba, nem tudom nektek, hol tudnak inni az állatok. Így ezek lennének a fakosító ajtók. És itt tudnak inni az a jószágok. Megnyomja az orrával, és akkor jön belőle a víz, és tud inni. Amint végeztünk a mosással, kérlek szépen meg is jött az SMS mind a kettő. Úgyhogy robogunk is befelé a terminálba. Na nézzünk egy terminálba való beállást. Most ismételten meg kell forduljunk. Na most itt az, hogy üresen vagy, vagy rakottan, nem osz, nem szoroz. Ugyanis senki nem tudja, hogy te hogy vagy itt. Hanem csak ugyanúgy, mint az előző grúztörök szakaszon, hogy itt vagy. Magyarán nincs üres sáv, sajnos. Mint egyébként például Svájcban, ugye nyugodtan személyi soron, sőt, ott kell menned a személyi soron, ha üres vagy. How many euro? Five. Okay, thank you. You go and check your machine in office. Beálltunk ugye az, nem az, ez az első sor, ez a, ha elmész egészen a falig, mi mögé álltunk be. Nyugodtan megállhatsz így a sor mögött, tehát láthatod, végig így állnak, és ez így a kapu. Így tudsz a leggyorsabban kimenni junior elmondása szerint, úgyhogy odaálltunk be. Most pedig elmegyünk, hogy amit kaptunk, csipogót, hiába azt azon csipogót, hogy mennyi a kettes sorba, a kettes sor oda van valahol a fenébe hátul, és most elmegyünk, és ezt be kell regisztrálni, úgyhogy ezt megmutatom nektek, Junior már elmegy egyúttal fürödni, én majd később először felmérem a terepet. Beugrottunk fodrászhoz, 40 török lírát kértek. Ha nem voltam még török fodrásznál, mindenki próbált ki. Én kint Ausztriában nagyon-nagyon sokat voltam náluk, és látható, teljesen korrektül rájuk lehet bízni magad. Nagyon megadják a módját. Nem az, amit én otthon tapasztaltam, hogy jól levágják a hajad, és minden rendben van. Hajmosás, masszírozás, tényleg néztem az embernek a szakállával, mennyit foglalkoztak. Hogy elpepecselnek, ugye azt mondják, megadják a módját, ez nekem nagyon szimpatikus, úgyhogy egyszer próbált ki a török fodrászatot. A fodrászat és az zuhanyzás után beültünk a helyi sofőr étterembe, ahol még nem volt nagy a választék, mivel délelőtt volt, így levest tettünk, és érdekesség, hogy nem kis adag bagett volt minden asztalra kihelyezve. Ezután teáztunk egyet, és mint láthatjátok, a sofőrök itt beszélgetnek, teáznak a teraszon, ami számomra nagyon szimpatikus. Mi viszont nem értük be ennyivel, így elmentünk vásárolni az egyik boltba, ahol ki van írva, hogy üdvözöljük. És ha már így állnak a magyarokhoz, akkor természetesen ettünk is egy jót. Mellé tortilla, hús, és
saláta, olívóolaj és ezt. Törökországban, ahol vagyunk, láttam az egyik étteremben, ahol megálltunk még halat enni, ez gránátalma szirup, és ezt tette rá az ember, és annyira megtetszett, hogy valami új, valami más. Amit ilyen helyekről érdemes vinni, az például az olaj, ott a szirup, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt ez a szirup, úgyhogy tudom mindenkinek tiszta szívből ajánlani. Ha ilyet szeretnél venni, például gránátalma szirupot, online van egy Magyarországon is török bolt, vagy a kinyársz Ausztriában, akkor ott. Nézzétek csak itt a serpenyő, amit én is korábban mutattam, a mágneses, patentos. Én szirupot szeretnék venni, valami teát, és akkor utána megyünk vissza a parkolóba. Olívóolajat meg ugye úgy, mint ahogy Spanyolországban is tudod venni, ilyen komolyabb, mondjuk 5 literes kiszerelésben tudod megvenni. Mennyi az ára? Hát figyelj, például itt ennek 182 török lira 5 liternek. Ez a szirup, kérlek szépen, ez 8,50. Tej 5,75. Teafőző, ebből vinnem kell egyet a Szalainak. A Szalainak viszünk egyet. Ő az, akinek a Mercét ugye bemutattam korábban, és az ő videójával léptük át közösen a 1 milliós nézettséget a csatornán. Itt a török teázó pohár, abból is viszek egyet Gábornak. Hálám jeléül. Leadtuk a csipogót, utána jött a török útleveles, most jön a mérleg, utána pedig a tankolási lehetőség. Nos, úgy gondolom, egy misét mindenképp megér ez a határlépés, de előbb nézzetek rá itt a műholdas képre. Oké, tehát látjátok ezt a jamboree-t, akkor mutatom nektek a valóságot. Nem hinném, hogy odáig el kell sétáljak. Most még nem torlódott annyira vissza, hogy ott legyünk a bódéknál, de így végig állnak a kamionok. Bármerre mész, ugye mellettünk is. Üres sáv nincs. Nem tudsz elmenni, tehát kivárod itt. Hát tankolnak, mindenki csinál, amit csinál. Duda szó nem hallatszik. Szépen kocogsz előrébb, ez itt, amire számíthatsz, egy olyan 4 óra, 5 óra hossza. Figyeld, hát nem látjátok elől a Discordiát, hát ez kicsit még mint hódébb lenne. Egyetlen egy sáv lesz belőle. Ott kell valahol kiosonjunk. Tehát itt lenne az üres sáv. Hát nincs. El tudsz elmenni. Megpróbálok nektek, így látjátok ott legelől a kamiont. Na. Az itt, most nem tudom, hány sáv van itt körülbelül? Sok. Hát számoljátok meg műholdas képen, mutatom nektek még egyszer. Na, itt állunk a végébe, és oda kell eljutnunk. Megérkeztünk ide a sor elejére. Hát telik az idő, igencsak szépen. 22 óra van. Na most mi a titok? Nézzétek, 22 sor van a változatosság kedvéért. Van itt egy kutas, aki engedi a sort. Így ezen csodálkozom, hogy a francba fog az utolsó sorból ide bejönni valaki? Ugye, mert itt most 6 sor lesz a 22-ből. Tehát a kutas engedi. Úgyhogy a következő hajtásban leszünk úgymond benne. Tényleg sokszor elcsodálkozok és ismétlem önmagam, hogy az a vad kelet, hogy lehet, hogy itt még viselkednek az emberek. Nyugodtak. Nézd meg, mosolyognak, el vagyunk, megnézegetik a kamionokat. És nézd meg, és működik. Érdekes. Na, kíváncsi vagyok a bulgár oldalra. Elérkeztünk ide a hadsávnak a végére, és nézzétek meg. A mellettünk lévő itt várakozik. Mi itt várakozunk. A kolléga itt várakozik mellettünk. És hallgassátok, nincs egy duda szó se. Nekem az valahogy ilyen hihetetlen, de biztos így van. Nézzétek, most elindul a legutolsó.
senki, meg sem moccan. Hát elvileg most az az MAN, ha jól gondolom, az még most bemegy, és utána kezdődik a sor megint előről, de senki nem irányítja, senki nem mondja. Hát nem tudom, ugyanezt próbáld meg ki S4-ba, valahogy ott nem megy, ott 78 irányító kell az embereknek, mint az agyhalottakhoz. Nem tudom. Valami változik Nyugat-Európában az emberek fejében. Na nézzük. Ugye senki meg nem moccan. Megy az MAN. Oké. Hát ott emberünk itt áll mellettünk, nem moccan, mellette lévő nem moccan. És oké, és ugye megálltunk, jó. És nézd. És elindul. Hát ez nekem valami csoda, ezt látni. Ez ilyen álmaimban van, hogy jé, ez így működik. Beléptünk Bulgáriába, egyenlőre elkérték az útlevelet, és nézzétek csak, itt egy fertőtlenítő kapu. Lefertőtlenítenek nem csak minket, hanem minden egyes kamiont, amelyik belép, azt lefertőtlenítik. Az útdíjat azt már kifizettük, online a BG Toll oldalon vettünk viszonylategyet, amit ugye céges bankkártyával fizettünk. Ide tudod fizetni utával is, Mastercarddal, Visával. És haladunk szépen kifelé, majd folytatjuk utunkat Románia felé, ugye nem Szerbia, hanem Románia felé fogunk menni. Megérkeztünk Bulgáriába, hajnal 2 óra van. És én azt mondom nektek, hogy menjünk haza. Éjszaka van, nagyon sok felvételt itt nem tudunk csinálni. Szófiáig, illetve utána még egy kicsivel autópálya van. Az nagyjából egy 300 km tesz ki. Úgyhogy toljuk neki irány Románia, Magyarország, Nagylak felé. Megálltunk Bulgáriában a második benzinkúton, ami egy Shell kút, és annyit tankolunk, hogy az elegendő legyen a telephelyig. Az üzemanyag ár a változatosság kedvéért 2.22 a 95-ös, ugyanennyi a dízel, és a gáz az 1.12 leva. Megtankolunk, és mehetünk tovább. Megálltunk váltani itt Szófia után, és íme megérkeztünk Európába. Hát nézzétek, elmentünk Belorussziába, Oroszországba, Kazaksztánba, Grúziába, Törökországba. Ilyet én személy szerint sehol nem láttam, ami itt fogadott. Aztán mindenki tegye oda, ahova akarja. Egy tény, ilyet, még egyszer mondom, sehol nem láttam. Most azt mondod, hogy ezt a kamionos dobálja, teljesen mindegy, kidobálja el. Se egy szemetes nincsen, se összeszedve nincsen. Azt figyeld. Az nem tegnap került ide. Orjehovónál vagyunk, és Bulgáriából átkompolunk a Dunán Romániába. Szép itt a Duna, meg kell hagyni, bár szerintem mindenhol szép. Németországban talán a legrendezettebb, még hogyha most ugye Köln környékén, bár az nem a Dunát érinti, de áradások is vannak, ők nem biztos annyira örülnek most a víz látványának. Én viszont igen. Ritkák az ilyen utak, ahol ilyen komppal tudsz közlekedni kamionnal. Ezen személyautó, én úgy tudom, nincsen egyáltalán, úgyhogy csak kamionok. Nem olyan sok, én egy magyart láttam, egy Transamex-est. Úgyhogy nagyjából így vagyunk beállva, ki lehet szállni. Annyit, hogy én kérdeztem, hogy WC van-e. Azt mondták, nincs. Vagy hát van, csak nem lehet használni a Covid miatt. Tudod, old meg.
alapon. Úgyhogy mindjárt látjuk, hogy mennyi idő átkel, de elvileg egy ilyen fél óra lesz az átkelés. Megvettük a napi jegyet, kaptunk róla egy ilyen tikettet, és akkor ott van rajta, hogy 11 euróba számolta. Na most online is meg tudod ezt vásárolni, ott van ez a Rovinietta oldalra, hogyha felmész, akkor ott nézzél rá, és akkor meg tudod venni, nem kell mondjuk így bemenni. Külön mondjuk azt az egy percet rászállni. Legyen nálad egyébként jobb, hogyha van lej, mert esetleg lehúznak a váltással, úgyhogy itt még azért játszik az ilyen dolog. Megérkeztünk a román határa Nagylakhoz. Megy előttünk egy másik állatszállítós, egy lengyel, ő is üresen van. Mi a kis határon vagyunk most, vagy hát a régi határon úgymond, ugyanis az állatosoknak, hűtősöknek, élelmiszerrel, ADR-rel lehet itt jönni. Nem mindig örülnek neki, hogy lejössz ide üresen, hiszen ugye hivatalosan állattal lehetne jönni, de így jöttünk. Ezen a határon valamikor nagyon-nagyon régen még én is mászkáltam, nincsenek túlzottan jó emlékeim, na de hát
ez ilyen ember meg békja. És itt lesz egy útlevélkontroll, feltételezem kinyitatják a pótkocsit, hisz ugye a migránsok miatt ezt meg szokták tenni, akár Horvátországból, jössz Romániából, Bulgáriából, mindenhol kinyitatták a pótkocsit, és utána lépjünk be kis hazánkba. És ezennel hivatalosan is hazaérkeztünk, úgyhogy megcélozzuk az autópályát, itt már nem kell bundeszezni, és menjünk haza. És ezzel lezárult egy újabb videósorozat. Szerintem egyáltalán nem volt rövid, bár ez majd később fog kiderülni. Én nagyon szépen köszönöm először egy juniornak, hogy elmehettem vele, elmentünk közösen. Még hogyha nem is szerepelt benne túlzottan sokat, úgy volt ezzel az egésszel, hogy figyelj, ő szívesen elvisz, elmondja, de én vagyok a videós, én vagyok a vlogger, mondjam én el. Úgyhogy ez így is történt. Nagyon szépen köszönöm a Hullannak, hogy lehetőséget biztosított azért, hogy ez nekem, nektek, nekünk be legyen mutatva, el legyen mondva, és remélem, hogy nagyon sokan, akik régen jártak ki keletre, azok most tudtak egy picit nosztalgiázni, vagy felsóhajtani, hogy hát igen, a mi időnkben, a ti időtökben milyen is volt ez. De remélem, hogy sok ilyen kalandban lesz még részünk, még ha most egy picit fáradt is vagyok, szerintem ez látszik a pofámon, vágyom haza, haza a családhoz, haza az én kis megszokott világomba, de jó volt ebbe is belelátni. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!